kettő. És az egyébekben lesz a tájékoztatás a két testületülés történtekről. Akkor én nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, a Nyírkászló Kft. Igazgatóját, illetve az iskola igazgatónőjét, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét, illetve ezúton kívánok gyógyulást azoknak az intézményvezetőknek, akik nem tudtak eljönni. És akkor, ahogy az előttiekben megbeszéltük, a kiküldött meghívó annyiban módosulna, mármint a napirendi pontok megtárgyalása, hogy a 4-es napirendi ponttal kezdenénk, aztán a 3-as, 2-es és 1-es. Ebben a sorrendben kérném én a képviselőtestületet, hogyha elfogadja, akkor ezt így szavazzuk meg, és így fogjuk tárgyalni. Készfeltartással. Ember. Tartózkodás. Ellenszavazat nem volt. Ezt a képviselőtestületet úgy elfogadta. Akkor most tettük a 4-es napirendi ponttal. Visszafelé fogunk haladni. A térfigyelő kamerák ügyében van ez az előterjesztés, a kamerák kiépítésével kapcsolatosan az ajánlattevők kiválasztása. A tegnapi nap folyamán én azt gondolom, hogy ezt a képviselőtestület mindkét bizottsága alaposan átbeszélte, megtárgyalta, szerintem minden technikai információ most már rendelkezésre áll. Pénzügyi bizottság ezt tárgyalta. Igen, tárgyalta, és választ kaptunk arra, hogy ezek referenciával rendelkező, még olykor a látszat ellenére is igazából elérhető nyíregyházi cégekről van szó, és egyhangúan támogattuk elfogadását a képviselőtestület felé. Az ügyrendi bizottság is tárgyalta. Igen, ezt a ügyrendi bizottság is tárgyalta, és elfogadása is képviselőtestület. Rendben. Esetleg tegnap óta valakinek valamilyen kérdése ezzel kapcsolatban lenne, amennyiben nincs, akkor ennek a napirendi pontnak a vitája bezárva. Akkor nem tudok megmondulni, akkor visszatartalak. Kérem, aki ebben a napirendben foglaltakat támogatja, készfeltartására. Ellenvetés, tartózkodás nem volt. A napirendi pont szeptemberben elfogadásra került. Következő napirend, a törvényi szabályozás következtében 2015-től a polgármesternek a szabadságát a képviselőtestület adhatja ki oly módon, hogy egy ilyen előterjesztést kell készíteni, melyben a képviselőtestület az ütemezéssel egyetért. Ezt mindkét bizottság tárgyalta, pénzügyi bizottság véleményével még kíváncsi. Egyetértettünk az írásos anyaggal és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Ügyrendi bizottság? Mi is egyetértettünk az írásos javaslattal és elfogadásra javasoljuk. Ott egy huncut mosolyt látom, ezt is lehetett egy kicsit a gyomrom, de köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, kérése nincs, akkor én felteszem a kérdést. A napirendi pontban foglaltakat készfeltartással jelezze, aki ezt támogatja. Rendben. Tartózkodás, ellenvetés nem volt, egyhangúan a képviselőtestület elfogadta. Rendben. Következik a előterjesztés a nyírségi többszörű kistességi társulási megállapodásnak módosítására. Ezt is mindkét bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta. Jó részletben technikai módosítások voltak, de én úgy gondolom, hogy a két bizottság véleményét nyilvánvaló lehet. Igen, hát átnéztük, és egyértelmű, hogy személyi, technikai átvezetések, pontosítások a szerződésben, melyet ugye minden önkormányzatnak el kell fogadni, akkor működik
jól. Annyi, a képviselő, a pénzügyi bizottság egy hangúan támogatta, bár Vaskó képviselő úrnak voltak jobbító szándékúrnak, amit esetleg lehet artikulálni a nyitott felé, hogy, de magát a lényeget nem érintette, de ő is személy szerint is elfogadásra jött, és a bizottság is egy. Köszönöm szépen, az ügyrendi bizottság. Az ügyrendi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtest jelentését. Köszönöm szépen. Ez a naprendi pontot kapcsolatban valaki kérdése esetleg. Ennek a naprendi pontot adok el. Bezárom. Kérdés. Aki ezt a naprendben foglaltakat támogatja, azt készbe tartásra jelezni. Tartózkodás, ellenvetés. Nem volt. Megalapíthatjuk, hogy akkor egy múlva napi rendben foglaltak elfogadási jogokat. Úr van, akkor elértünk Hirtelek Város Önkormányzatának 2015-ös költségvetési rendeletéhez, illetve annak megalkotásához. Azt a tegnapi nap folyamán is már a bizottsági ülések során én elmondtam, hogy ennek a költségvetésnek a megtervezése során elsősorban a takarékosság, illetve a bevételek terén az óvatos becslés volt az, amit ezért minket nem szerettünk volna semmiféleképpen túlcsúszni, illetve itt ami nagyon fontos volt az átláthatóság, ez azt kell, hogy mondjam, hogy a tegnapi nap folyamán kiderült a képviselők részéről, hogy ezek a táblázatok valóban átláthatóak, ez a pénzügyi vezető, illetve a költségvetések készítésében dolgozók munkáját azért nagyban dicséri, és ez nagyon jól is esik nekik. Illetve, ami még nagyon fontos, ez egy olyan költségvetés, ami a biztonságos működéshez szerintünk szükséges, és mindenképpen fontos. A kötelező feladatok ellátása mellett nyilván az önkénti feladatok is nagyon fontosak egy önkormányzat életében, és ez egy alapot jelent ez a költségvetés, én már ezt tegnapi nap folyamán el is mondtam. Természetesen én azt gondolom, hogy a képviselőtársaimmal így láthatatlanban meg lehet arról egyezni, hogyha bármilyen pályázat, amely a város előrelendülését szolgálja, akár infrastruktúra terén, akár kultúrában, bármilyen téren, azt a képviselőtestület támogatjuk, és ezzel a forrásokat igyekszünk művelni mindenképpen. Nagyon fontos dolog a szociális rendszer átalakulása, de igazából én ezt azért nem szeretném elmondani, mert a tegnapi nap folyamán ugye két leckét is kaptunk a mai napra. Az egyik, ami még fontos volt, a Nyírkászló Non-Profit Kft-nek van egy növekedése, ezt kellett nekünk prezentálni, hogy mivel is tevődik ez össze. Köszönöm szépen a Kft. Igazgató, hogy ezt elkészítette és leírta, illetve a szociális támogatás rendszeréről pedig a jegyző készítette egy anyagot, hogy a tegnapi nap folyamán esetleges aggályokat, kételyeket elosztassuk. Én alpolgármester úr meg is jegyezte, hogy igazából ez az első ilyen költségvetés, amiben én részt veszek a készítésében, és itt a Gáborokkal Egyetemben ez egy ilyen tanuló költségvetés lehet a számunkra. De a tegnapi napból én azt szűrtem le, és azt azért nagyon pozitívnak tartottam, hogy igazából a bizottságok nagy része ezt támogatta, és tartózkodás volt, de ellenszavazat ezen kapottam. Én fontosnak tartok kiemelni, hogy módosító indítvány is nem érkezett hozzá. Ez is számomra egy pozitív visszajelzés volt. Én azt gondolom, hogy jegyző úrnak, illetve Kovács László igazgatónak adjuk meg a lehetőséget, hogy amiről tegnap beszéltünk a bizottság ülésen, ugyan
elkészítették írásban is, de azért ezt egyértelműsítsék. Ez arra irányul, hogy a költségvetés számai ugye nem fognak változni, de ebben lévő számokat egy kicsit mondják ki, és a képviselőtestület irányába tegyék meg azt a, azt a kötelességet, hogy még inkább közelebb hozzák ezt a költségvetést a képviselőtestület tagjaihoz, tehát még inkább érthető legyen ez. Hát én mondom, amikor igazgató. Ugye a képviselőtestület tagjai részéről felmerült, hogy a kérdés az volt, hogy mi okozza a 2014 évi 83.900.000-es működésre átadott pénzeszköz növekedését a 2015 évhez képest, ami 116.720.000 forint. Van tervezett 2015 évre. Én ebben az anyagban itt, ami a mai nap folyamán készült, kiemeltem két momentumot, amiben tegnap is a mondani valamban céloztam. Ez a 2014 évben valósult meg a Kastélykert óvoda és bölcsőde Petőfi úti, illetve iskolai úti épületének a felújítása egy pályázat útján, ami 32.337.500 forint volt a szerződés összege, nyilván önerővel együtt. Ezt a vállalkozási tevékenységként végezte a nyílt elszólt, és ez természetesen tartalmazott munkadíjat, vállalkozási díjat is, ami hozzájárult, ami költségünk, 2014 évi működésünk csökkentéséhez, tehát ennyivel kevesebbet kell az önkormányzatnak hozzárakni, hisz ez a pályázat sok-sok millió tekintetében fedezetet nyújtott nekünk a bizonyos költségekre. Itt gondolok a dologi és személyi kiadásokra, illetve folyamatban van ugye egy pályázatunk, egy támogatós pályázat, amit 2013-12-20-án nyertünk egy új Széchenyi Kert program keretében. Ez 2014-ben és 2015-ben valósul meg, az idén lesz a befejezése, és ennek vannak olyan költségei elemei, ami az idén kerülnek kifizetésre. És ez a két pályázati támogatás adott lehetőséget, 2014-ben ezen a közel 84 millió szinten tartjuk a átadott pénzeszközt. Nyilván 2015-ben én leírtam az anyag végén, hogy jelen pillanatban, amikor ezt az üzleti tervet terveztük, akkor olyan információ és olyan döntés, konkrét döntés még nem áll a rendelkezésünkre, ami befolyásolná a mi plusz forrásunkat. Én azt leírtam, hogy vannak ilyen pályázatok, és folyamatban beadásra és elbírálásra is. Tehát, hogyha ennek kedvező lesz, gondolok mondjuk a iskolának egy kerokos pályázatára, ami tavaly szeptemberben került beadásra, azok is tartalmaznak nyilván, ott le folytatva egy előzetes közbeszerzési eljárás, amit nyilván a nyílt elszól nyert meg, és az is tartalmaz vállalkozási díjat és különböző díjtételeket, itt az anyagköltségen kívül mondom. Tehát ha ez pozitív elbírálású lesz, akkor nyilván ezt újra kell majd értelmezni, ezt a 116 milliót, de ezekből áll össze ez a növekmény. Tehát ezek nyújtottak eddig fedezetet rá, most jelen pillanatban, ma, hónap folyamán nem látok ilyet, ez elképzelhető, hogy lesz, de akkor azt gondolom, hogy újra kell tárgyalni. De ez nyújt fedezetet a takarékos, hatékony és biztonságos működésünkhez 2015-ben, meg a feladatellátásunkhoz. Itt a tegnapi hónap folyamán én céloztam rá, hogy nem került tervezésre a működési költségek között, különböző eszközök, gépek, berendezések működtetése,
például itt a traktor, a most a hótolás, eddig vállalkozási tevékenység, a vállalkozó bevonásával végeztük. Az időn nem volt egyszer került rá sor, vagy kétszer sor, de ezt saját hatáskörbe végeztük el. És nyilván ennek a traktornak, aprítékolónak, grédernek, ennek vannak üzemeltetési költségei és karbantartási költségei. Ez az egyike. A dologi kiadási részéről itt van egy plusz növekvény, illetve személyi kiadások minimálbér emelkedett, ez minket is érint. És ezekből tevődik össze ez a növekmény, ami 116.720.000 forintra van tervezve. Nem tudom, hogy ez kielégítő volt. Vagy... Köszönöm szépen, hogyha valakinek kérdése van, akkor elteheti. Ebből én arra következtetek, hogy a válasz akkor kielégítő volt, bár ezt nem kell megszavazni, mert látom az arcokon, hogy elfogadják akkor egyértelműen a igazgató úr válaszát. Foglalj helyet. Köszönöm a szót. A másik kérdés ugye az a önkormányzat által nyújtott segélyezés része kapcsolatban merült föl. Ha jól értelmeztem, a probléma gyökere az volt, hogy fogja tudni az önkormányzat a segélyezeti kört és a segélyként nyújtott összegeket továbbiakban is nyújtani a lakosok részére. A először kiegészítésemben ugye erre próbáltam meg kitérni, és ezt elhívjuk a figyelmet, hiszen ugye ezek a jogszabályi változások, amelyek a segélyezési rendszer március 1-től történő megváltozását eredményezik, ezek a számok tükrében igen nagy változásokat mutatnak. A tavalyi évben ugye a költségvetés tervezésekor a polgármesteri hivatal költségvetésében a segélyezésre, tehát a segélyezés nyújtott összeg 115 millió forint volt tervezve, míg az önkormányzati költségvetési program pedig 8.400.000 forint volt tervezve. A polgármesteri hivatal ez a nagy összeg, ezt akarta a lakásfenntartási támogatás teljes összegét, a rendszer szociális segély teljes összegét és a foglalkoztatás helyettesítő támogatás teljes összegét. Míg az önkormányzati soron lévő 8.400.000 forint tartalmazta a temetési segélyt, a köztemetés költségét, tartalmazta még a átmeneti segélyt, és még egyéb önkormányzat által adott támogatásokat, tetejföldtér támogatása, úrszomgat, ezeket a támogatásokat tartalmazta. A teljesítésben ugye az mindig eltér általában a tervtől, kb. 80 millió forint értékben teljesült a tervezethez képest a lakásfenntartás, az FHT és az RS-nek a teljesítése. 2015-ben, hogy a törvényi szabályozásnál fogva megszűnik március 1-től a foglalkoztatás helyettesítő támogatás és a rendszer szociális segély, mint önkormányzat által adott segély. Ez a két segélyforma kicsit átformálva, de változatlan ellátotti körrel, azt lehet mondani, hogy szinte változatlan ellátotti körrel a járás feladatai közé fog tartozni. Így hát a mi költségvetésünkben de csak két hónap jelenik meg, az egyébként legnagyobb összeget kitevő, korábbi években legnagyobb összeget kitevő két segélyformából, hiszen önmagában csak 60 millió forint volt az FHT-ra kifizetett összeg, és 11-2 millió forint volt a rendszer szociális segélyre kifizetett összeg. Ugye ezek a összegek teljes egészében megszűnnek, hiszen 12 hónap helyett csak 2 hónap az, ami az önkormányzat költségvetésében kell, hogy kerüljön, az első utolsóban a polgármesteri hivatal költségvetésében kerül megjelenítésre. A lakásfenntartási támogatás tavalyi tényösszege 20 millió forint volt, amit fizettünk a lakosoknak. Ugye ez a támogatási forma olyanképpen szűnik meg a 2015. évben, hogy 2015. február, tehát március február hónapra bezárólag még a korábbi szabályozás szerint tehát az állam segélyezési körébe tartozik, amit a polgármesteri hivatalon keresztül fizetünk ki. Viszont 15 márciusától a korábban folyamatban lévő megállapodott segélyek kifutásán
...nak időpontjában megszűnnek, és nem az állam által nyújtott segélyek lesznek, hiszen az megszűnik, hanem a önkormányzati támogatás formájában adható segélyé változik át ez a dolog. A költségvetés tervezésekor abból indultunk ki, hogy az az ellátotti kör, aki a lakásfenntartási támogatást eddig kapta, az ne változzon sem személyében, sem a megkapott összegben. Ezért az önkormányzati, a majdan elfogadandó önkormányzat által nyújtott támogatási rendszerbe az az összeg került bele, amely a teljes évi 20 millió forint és a kimenő rendszerben megszűnő állam által adott összeg, 13 millió forintos összeg különböző. Így ha kettőt összetolom, akkor pont azt az összeget kapom meg, amelyet a 2014. évben 100%-ban adtam a lakosoknak, vagy adott az önkormányzatnak a lakosoknak, mint segítségre. Azzal a különbséggel, hogy ez két helyen szerepel most. Egyrészt szerepel a polgármester hivatal költségvetésében egy oda beletolva, és szerepel az önkormányzat költségvetésében egy kisebb összeg, hiszen egy 6 millió 100 ezer forintos összeg az körülbelül összeg, 7 millió forintos összeg az, ami a majd a kimenő rendszerben az önkormányzat által nyújtott támogatási formába fog belekerülni, és egy 13 millió forintos összeg az, ami marad az állam által nyújtott és a polgármester hivatalon keresztül kifolyósított pénzösszeg a segélyrendszerében. A többi támogatási forma tekintetében, ami pedig a, mondom, az átmeneti segélyt, a rendre, a temetési segélyt, a köztemetés költségét illeti, azok pedig, és a közgyűjtelátás költségét illeti, azok pedig az önkormányzathoz kerültek betervezve, az önkormányzat költségvetésébe kerültek betervezve, oda 11 millió forintot, 14 millió forintot terveztünk, bocsánat, 14 millió forintot terveztünk, tehát oda kerültek betervezésre, és oda került betervezésre a korábban nyújtott támogatás is, mint a tavalyi évben 8400 ezer forintot takarta a Dúszamodarika és a hetenémseknek nyújtott támogatási rész oda került betervezésre. Tehát így áll össze a költségvetés, és ezek miatt, hogy a nagy összeget tartalmazó segélyek megszűnnek, tehát 10 hónapi része kiesik a költségvetésünkből, ezért tűnik annak, hogy egy korábbi, egy tavalyi terv 115 millió helyett most csak egy 23 millió forintos összeg szerepel azon a költségsoron. Tehát így adódik össze a költségvetésünk. Tehát mondom, ez mindez tehát abban a szisztémában kiindulva, hogy változatlan formában kapjanak segélyt az emberek. Tehát ne érezzék annak a súlyát, hogy megváltozott a segítési rendszer. Köszönöm szépen, nem szerettem, hogy csak. Ezzel kapcsolatban kérdés. Nincs, akkor ez úgy gondolom, hogy ez a ház is kielégítő volt. Köszönjük el tőle. Képviselőtestület, kiosztásra került az öt A és a törvény tábla a tegnap továbbnak kötelező és az önkormányzat feladatoknak a megosztásáról. Ennek alapján tehát az öt B táblában volt 4 millió 100 ezer forint beállítva, ez az önkormányzatoknál a civil szervezeteknek a támogatására megmaradt a 2 millió, és a 2 millió 100 ezer és 2 millió forint átkerült az öt A táblába a egyéb működési célú kiadásot, tehát ott 2 millió forinttal megemelkedett az az összeg a bevételi és a kiadási oldalon. Tehát a kötelező feladatokhoz került át, átadott pénzeszközként. Tehát ennek a könyvelése államháztartáson kívül átadott pénzeszközként a támogatásokat itt kell szerepeltetni. 2 millió forint került át a kötelezőbe, 2 millió egy pedig megmaradt az önkéntállalt feladatoknál. Az önci táblázat az teljesen kikerült, tehát a rendeletnek az a pontja, ahol részletezik, tehát a
négyes pontba, igen, az öt cél az kikerült belőle, és maradt az öt A, öt B tábla. Azt majd az öt célben lévő számokat nyilván képviselő testület fogja eldönteni, annak arányában, ahogy szeretné támogatni a civil szervezetet. Ez neki is a képviselő testület feladata, jó vagy lehetősége volt, én azt gondolom, hogy majd is így ezt nem is. Kérdés? A tegnapi ülésén ugye részletesen tárgyalta a város 2015-ös költségvetését. Számos kérdés észrevétel merült fel a kiadott előterjesztése kapcsolatban, melyre választ kapott polgármester Jenzőtől, illetve pénzügyiroda vezetőasszonyától, illetve az intézményvezetőtől. Ezek alapján nyilván kicsit az írásos anyag is változott, hogy céloztatok is rá, az öt cél mellé kiperült például apró elírások lettek korrigálva, ami lényeget nem befolyásolják. Az ülésünkön részt vett alpolgármester úr és tanácskozási joggal, aki számos észrevételrel és jobbító szándékú kritikával is élt. A bizottság tagjai mindezeket szintetizálták, és végül is négy igen és egy tartózkodás mellett egy előterjesztést elfogadásra javasolják a képviselőtestület számára. Az ügyvédi bizottság is megtárgyalta a 2015-i költségvetés tervezetet. Nálunk is voltak észrevételek, javaslatok és elhangzottak kiegészítések, és a bizottság egy igen és három tartózkodással értékelte a költségvetési tervezetet. Tehát így nem fogadnál, ebben a formában kikerült. Na akkor, most lehet feltenni akkor a kérdéseket, a polgármester úr. Tulajdonképpen én kerestem ezt a, hát hova, ez a civil és átadott pénzeszközt, hogy ez hogy jelenik meg. A 2,1 milliót azt tisztán hallottam, és az is az. Most kihozhat, tehát emiatt nem ezt úgy áttekinteni. Tehát azt mondták, hogy két millió kötelező, és tehát a 4,1 millió 2,1 millióra oszlik. Én egy módosító indítvár szeretnék tenni. Tegnap a bizottság ülésen és a sportra így érzékeltem, hogy kevés pénzt találtatok. Én azt szeretném javasolni, hogy a sport miatt ez az összeg növekedjen, és a módosító indítványom arra is irányul, hogy ne csak a sportot, hanem a kormányzati törvénynek ott a közbiztonságra vonatkozó dolgai miatt a polgár összeveteket is ebben a kategóriába soroljuk. És a javaslatom az lenne, hogy a átadott pénzhez, vagy a kötelező feladatokhoz kapcsolódó az 3,5 millió legyen, a civil szervezetek támogatása pedig másfél millió forint legyen, ez összesen 10 millió forint. Ugye itt akkor keletkezik egy 900 ezer forintos hiány, ennek a fedezetéről pedig az általános tartalékot nevezném meg.
akkor Lila, nem szeretném, hogyha ugye ez egy picit. Tehát a, nyilván vannak, a, tehát a tegnap elmondásra került, ez csak Most kerül kimondásra tulajdonképpen. Igen, tehát tegnap egyrészt, ugye ilyen alpolgármesterként nem volt szavaz, vagy szavazati jogon, nyilván elég hosszasan elmondtam itt a kérdésben, és hogyha már nem biztos, hogy akarok még egyszer szólni, én azt gondolom, hogy azok a kiegészítések, amelyek itt elkészültek, azok, nem tudom, hogy a többiek számára, de itt a szociális ellátó rendszerek kapcsolatban számomra minden számszerűen is bizonyítja, hogy 2015 viszont attól nagy problémának nem kellene jelentkeznie. Ugye nem ide tartozik ugyan, de ugye 2015 után itt a teljes hajója kerül, akkor a teljes összeg ránk szakad. Nyilván nem most kell ezt a feladatot megoldanunk, csak hogyha ugye decemberig ezt megoldjuk, akkor nyilván feladványként fog jelentkezni a következő év, amikor már kiszáll azért a állambácsiából a dologból, akkor mit fogunk kezdeni, mert ugye ezért nagyságrendileg, ugye hozzá kellett most tennünk 7 milliót, ugye jó érzéki általán a lakásfenntartás, tehát ugye ez még egy elviselhető teher, illetően ugye újabbak is lépnek, tehát ez a 20 millió akár növekedhet is a javasoltság szerint. Ez már viszont nyilván ez egy erősebb teher lesz az önkormányzat számára. Nyilván nem most kell megoldanunk a feladatot, de utána ugye törvényalkotó azt gondolta, hogy ezt folyamatosan lépteti ki. Nyilván az önkormányzatoknak maradt a lehetőséget, hogy ezt pótolja. Ez azért egy elég komoly problémát volt, hogyha ugye itt készültek előrejelzések, hogy fogunk költögetni a elkövetkezendő években. Én ebben azért látok problémát, hogy ez egy óriási teher a számunkra. Akár megkockáztatom, hogy egy rosszabb esetben működés is kockáztatom. Én a tegnap is elmondtam, hogy én nagyjából a KFT-vel kapcsolatos okfejtést azt én személy szerint tudtam, inkább a többiek számára gondoltam, hogy praktikus, hogyha mellé kerül a anyag mellé. Én úgy gondolom, hogy hasznos volt mind a két információ, amit igazgatóbb itt elmondott. De ez egy racionális fejtésem volt annak, hogy tavaly. Én azért nyilván bízom benne, hogy még lesznek hasonló tendenciák, mint ahogy tavaly voltak, akkor nyilván források szabad voltam itt fel. Hát én nagyjából azt gondolom, hogy egyszer. Köszönöm szépen, akkor én részére mondtam, válaszolgatok, és utána pedig mondom az én véleményemet. Itt a sport és a polgárőrség merült fel. Akkor itt a polgárőrség, hogy tisztázzuk, nem csak a nyílt telekiről, hanem arról a közönösség szó van, rendben. Én azt gondolom, hogy ez egy mind a kettő nagyon-nagyon fontos és olyan feladat, amit nem csak, hogyha lehetőségünk van, hanem kötelességünk is ezt támogatni. A szociális ellátórendszer, az én is azt gondolom, hogy ez a 2015-ös egy ilyen nagyon kevert év lesz a maga kifutásaival, és az első tiszta év, amit fogunk látni, az a következő év lesz. Nem csak nekünk egy átmeneti év, ezt azt gondolom, hogy az embereknek is egy átmeneti év lesz, a járási főhivatal vezetőjével, illetve apró járási hivatalok vezetőjével beszélgettem. Ők sem látják még azt, hogy ez rájuk milyen terhet fog róni, mikorra kerülnek olyan állapotba, hogy ők valóban ki tudják majd ezeket a hozzájuk átkerülő szociális ellátásokat fizetni, tehát őket is nagyban fogja ez érinteni. A polgármester úrnak volt egy szava, hogy bízunk benne, hogy ebben az évben is sikerül majd pályázatokat nyernünk, és ezzel a KFC-nek, illetve a város költségvetésének egy kicsit nagyobb mozgást lehet adni és életvetődni. Én azt szeretném mondani, hogy akkor ne csak bízunk ebben, hanem tegyünk is ezért.
És a módosító indítványt, ahogy van, én teljes mértékben befogadom. Köszönöm szépen, nagyon röviden, elnézést kérek, hogy késtem. Először is köszönet azoknak az embereknek, akik itt egy nap alatt prezentálták nekünk ezt a kifogásra ezeket az anyagokat. Én tényleg szívesebb tetőmmel áttekinthetőbb is, és az biztos, hogy ez az igazi falat, ez a szociális dolog, ez akkor fog együtt, ha megvesz a rendeletünk, és itt azért az nagyon jelentős szerepe lesz. Itt a felvizsgálatoktól kezdve itt azt is hallani, hogy nagyon sok ember, tehát ezeket a igényeket nagyon komolyan fogják felvizsgálni, elbírálnak, eddig is kapta, tehát biztosan lesz még nekünk ilyen szempont és feladatunk. Az, és én is, hogyha lehet támogatnám ezt, amit egy napoló polgármester úr, a sport és a polgárosi ügy, köszönöm szépen. Másnak ezzel kapcsolatban észrevétele kérdése. Két mondat elejéig, hogyha erre van felezet, én magam részéről nem igazán mondom azt, hogy nem legyen így csak. Én azt mondom, hogy emlékezünk 2014-re, ne legyen belőle abba, hogy ez volt pénz, mondom, a sporttámogatásból, mert azért furcsa helyzetünkben Isten igazából, hogy nem akarom én szívügyre ezt mondani, hanem általánosságban, de a civil szervezetnek a gazdálkodásába nem tudunk belenni. Tehát, ha lehetne, szóljuk a pénzt, és ők se szólják a pénzt, hogy egyszerűen megvetjük az adófizetők pénzéből, és legyen a célnak megfelelően behasználni. Köszönöm szépen. Itt azt gondolom, hogy itt nem a szervezettel van, ha jól értékelem, képviselőknek problémája, hanem egy korábbi személyre, az egyik, és a másik pedig... 2014 évesen a korábbi személyhez körül. Nyilván ez szignálból nem vonatkozik. Ez az egyik, a másik pedig ugye a sport és a polgárőrség nem a civil szervezeti támogatás lesz, hanem alapfeladatként kerül átadásra a pénzeszköz, tehát igazából ez semmi. Én ugyanazt mondtam, kérek többet szó, csak itt most nézem a papírjaimat. Én nem került szó, én ugyan tegnap megkérdeztem az úthit kerettel kapcsolatos nagyságrendet, és ugye megdobodva vettük tudomást, hogy nem az a 6 millió, hanem 14, akárhány 10 millió. Én megfontolásra javaslom, hogy ha ezt ennyire megemeltük, hogy a ciklus elején vagyunk, és illetően lesznek pályázatok bőven még a ciklus alatt. Ez úgy szokott indulni, hogy a tervezési dolgokat el szoktuk indítani a ciklus elején. Készítjük elő a pályázatokat. Én megfontolásra javaslom a képviselőtestületnek, nyilván nincs előkészítve, hogy ez mennyi pénz, de akár az úti kelet terhére, mondjuk a Szent István út elejének legalább a Szent István, a Tokai út és a iskola közötti részének, a járdának a megtervezését, és akkor ha ennyi fér bele pénzbe, és akkor ez szakaszosan lehetne legalább a terveket elkészíteni, nyilván az lenne jó, hogy én mindig egy szakasz elmert is el tudnám bőle készíteni, de én azt javaslom, hogy ez kerüljön bele az előtt terjesztésbe, akkor, hogyha ez belekerülhet. Ez most egy kicsit megijesztette a polgármester úr, mert azt gondolom, hogy innentől kezdve ő gondolatolvasó, mert hogy ezt én is hasonlóan gondolom, ezután, ami már utána is mentünk, ez folyamatban van, van, aki ilyen tervezéssel Jancsi Zsuzsaikon keresztül foglalkozik, én felvettem a kapcsolatot, csak egy ilyen érintőlegesen, hogy mégis ennek a tervezése mennyibe kerülne, ezt kilométerre pontosan ők meg fogják tudni mondani, illetve az egyik bizottságunk tagja éppen egy ilyen szakember, akit szintén szeretnék erről megkérdezni. Ez valóban egy nagyon fontos és egy akut probléma, hogy a Tokai út és a legalább az iskola utcáig ott egy járda legyen. Ennek a tervezése folyamatban van, és nyilván, amire itt én érzékeltem is, hogy a polgármester úr figyelmeztetett, hogy mondjam, hogy az évek praktikumát
igyekezett átadni, tehát hogy ezt a keretet azért úgy költsük el, hogy várjuk meg bele a esetlegesen kijövő pályázatokat, hogy nehogy olyan dolgot finanszírozunk meg belőle, amit utólag tudtunk volna a pályázatot is. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy a takarékos költekezést kell követnünk az év során, és ezt, ha ilyet mondani, akkor az év második felén, vagy utolsó harmadában, negyedébe kell megtennünk, hogyha jól értelmezem az akkúzástól szavait. Igen, tehát nyilván most már el is pólottunk, hogy nem esett olyan nagyon sok hó ebben az évben még, tehát ugye felhúzás nem történt. Én azért javaslom a felhelyezést, mert általában legalábbis az elmúlt ciklusok gyakorlata szerint a általában egy 2-3 évvel megelőző tervezési költség mindig beépíthető a pályázatba. Tehát ha megtervezzük, készen áll a terv, ezt is lehet a tervezőbe tenni, ezt mindig be lehet tenni, tehát azok előtt kész. Tehát ez nem olyan kidobott, nyilván lehet olyan pályázat, ami nem enged semmit, de akkor, ha eleve nem enged a tervezőbe tenni, akkor sincs miről beszélni. De ezt visszamenőleg is engedni szokta. Én nem gondolom, hogy itt egy 2 éven belül mi egy ilyen jellegű pályázat nem most lehet, hogy 3-4 évre is visszamenőleg vállalt tenni. Ez volt a gyakorlat. Most gondolom, hogy ez a gazdasági, tehát az a gazdasági programunkban, amit készülni fog, akkor ez ott helyet kaphat, szerepet kaphat, és akkor itt célzottan ez benne is lesz. Valakinek kérése, kérdése költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm. Összességében én is azt gondolom, hogy a kép kiegészített anyaggal, illetve a kép hozzászólással sokkal átláthatóbb lett a költségvetés. Úgyhogy rendkívül hasznos volt a két kiegészített anyag. A módosító indítványt pedig én is tudom támogatni, hiszen munkámból adódóan azért a civil szervezetekkel kapcsolatban vagyok, és úgy gondolom, hogyha a polgárőrség, illetve a sport ezen belül is a labdarúgásnak az életét ezáltal meg tudjuk könnyíteni, két nagyon fontos területről van szó, akkor én mindenféleképpen támogatom. Azzal egészítenek, hogy ne ragadjunk le a sportnál, hanem itt azt mondjam, nézzük azért meg a labdarúgásnál, hanem itt azért bizony van nagyon sok kisgyermek az iskolában, akik ezáltal a sporton, a lehetőség szerint később kerülnek doktor úr vagy doktornő kezébe. Én azt gondolom, hogy nyíltelek szempontjából ez sem egy elhanyagolható szempont, hogy egészséges gyermekeket neveljünk, és hogyha ehhez hozzá tudunk tenni a megfelelő forrás, akkor azt gondolom, hogy ez ellen senki nem lehet. Más valakinek kérdése? Kérdése? Akkor én azt gondolom, hogy a 2015. évi költségvetés vitáját lezárnám, és felteszem a kérdést, hogy az előterjesztéshez hozzáfűzött módosításokkal egyetemben, az elfogadott módosításokkal együtt a képviselőtestület támogatja a 2015. évi költségvetés rendeletet. Társunkat megváltuk. Én azt gondoltam, hogy ezt szerettem volna elsőnek, mivel
nem minden nap van képviselőtestületülés, és képviselőtestületüléseken azért az egyebekben a képviselőtestület tagjai nyilván saját véleményüket, nyilván az utcájukban lakó vagy az általuk képviselt polgárok véleményét, illetve problémáit is megfogalmazzák. Én azt gondolom, hogy a polgármesternek erre azért mindig reagálnia kell. A teljesség igénye nélkül, de nekem ez szépen fel volt írva és ki voltak pipálva ezek a problémák. Ugye kaptunk egyet, hogy a Honvéd utcán a nyifák nőnek, ezt jeleztük az EON-nak, és majd fognak jönni, azt ígérték, és ezt helyre teszik, illetve kártyúzási problémák voltak, ezt a nyílt elszól igazgatója megoldotta. Voltunk is arra ellenőrzésre is került, illetve volt egy útjelző tábla, ami kiborult, és ezt kellett helyreállítani, hogy a baleseteket elkerüljük. Ez is megoldásra került, illetve én kaptam egy ilyen lakossági bejelentést, kérést, amin azt gondolom, hogy el kell rajta gondolkodnunk, és szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, most ugyan Cipóni vagyok a intézményvezető azt, hogy nincs itt, de az iskola utcán az óvoda sarkánál, illetve ott az óvoda sark és a totózónál van három hatalmas nyárfa. A fa fajtájában nem mindig belé, azt gondolom, hogy nyárfa. Több problémával is küzd ez a fa. Az egyik az, hogy az elektromos vezetékbe belenőtt, kettő alatta a térkövet elkezdi felnyomni, három az ott alatta is totózót működtetők minden nap félnek attól, hogy egy-egy vihar során leszakadhatnak különböző ágak, illetve hogyha ez a fa kiborulna és rossz irányba dőlne, akkor az óvodába is kárt tehetne. Plusz ott a szennyvíz csöveknél is ott a gyökerek kezdenek összetörni dolgokat. Őnek azok, akik ezt látják, volt egy ilyen határozott kérésük, hogy ezt a problémát meg kellene szüntetni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon valós és reális probléma, addig kell ehhez hozzányúlni, ameddig nem lesz ebből valamilyen kár az önkormányzatnak, illetve ennek a megszüntetésénél itt a KFT igazgatójára néznék, ez az ő feladatuk lenne, mert mint az, hogy kiválasztani egy olyan alpin technikával rendelkező céget, aki ezt meg tudja szüntetni, tehát ki tudja ezt a három fát vágni, amire még oda kellene figyelni, hogy ez a cég ez biztosítással is rendelkezzen, hogyha esetleg, hát az ördög nem alszik, dolgoztam a közösségi házban, amikor ott véletlenül leborult egy kisebb fa, és annak különböző problémái adódtak. Én azt gondolom, hogy ennek menjünk el, és egy olyan cég végezze ezt el, aki ha valami probléma történik, akkor számon tudjuk kérni. Ezt gondolom a képviselőtestület tagjai is tudják támogatni. Illetve még egy, amiről én szeretnék beszámolni, ilyen egy előzetes egyeztetések már történtek az én doktorral, mert van egy pályázat európai polgárokért, a pályázat címe, ez körülbelül 150 ezer euró bevételt jelenthet a számunkra, aminek a megvalósítása 24 hónap, ez 2 év, ami azt jelentheti, hogy mondjuk akár a testvér városok hálózatának kiépítése, illetve ehhez kapcsolódó költségeket azért nagyban tudná az önkormányzat részére számára minimalizálni, illetve a városnakban is nyújthatna egy olyan segítséget, ami nem elhanyagolható. Ebben majd a képviselőtestületnek valamikor döntés kell, hogy hozzon, mert hogy ez egy olyan pályázat, amihez 10%-ot kell hozzátenni, és 90%-ot pedig kapnánk. Tehát ez ilyen 45 millió, 46 millió az euró átváltása, ami ennek pontos számot fog a végére tenni. Ebből kiszámolható az ilyen 4-5 millió körüli önerőt jelentene, de nyilván ezt csak akkor kellene hozzátenni, hogyha ez a pályázat nyertes lesz. Doktor, esetleg erről valamit szeretnél mondani, vagy azt mondod, hogy egyelőre még gyerekcipőben jár is? Annyit szeretnék mondani erről, hogy valóban meg
kerestek ezzel a pályát a kapcsolatban, de én ezt úgy érzem, hogy ez sokkal komplexebb, mint sem a kizárólag a testvérvárosok. Nekem a testvérvárosok témájával kerestek meg, ezért ez egy hiába az a címe, hogy európai polgárokért, ez egy sokkal komplexebb dolognak hatott számomra, aminek egy szelete esetleg a uniós testvérvárosokkal való találkozás, együttműködés is. Kétségtelen, hogy elég fontos szerepe, talán nem is hagyható ki. De hát még nagyon az elején van ennek a szervezése, illetve hát ilyen apró technikai dolgok, hogy beszereztük a PIK számokat a lengyelektől, a szlovákoktól, ilyesmik zajlottak eddig. De volt még egyszer mondom, ez egy komplex dolog. Én ezt a kis szeretet kaptam, hogy amit tudok ebben segítsek, szívesen teszem. Igazából azért is mondom én ezt már most. Március. Olyan, hát történelmi távlatok nincsenek. Azért egy ilyen praktikum azért lehet nekünk itt mondani, tehát ezt mindenképpen célszerű lenne beadni, és ha beadásra kerül, és ne találtam mégis valami oknál fogva nem nyer, mert ez akár megtörténhet, nyilván előfordul. Vannak olyan pályázatok is a világban, amik nem nyernek, így van, akkor is fogunk egy olyan a hibáknak a listájáról, vagy esetleg az elvárandó követelményeknek a listáról egy pontosabb képet kapni, és akkor a következő alkalommal már talán célzottabban tudjuk ezt a pályázatot elindítani. Tehát mindenképpen most munkát kell beletenni, pénzt egy fillér se kell. Azt gondolom, hogy ezt a képviselő testület így tudja támogatni, hogy dolgozzunk vele. De pénz semmi. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az ember kell. Azért vannak olyan dolgok, amire most nem tudjuk tenni, de nyilván azért megvannak. Illetve még van egy dolog, itt a közmunkaprogram fog indulni, ebben történt egy ilyen gondolkodás, költségeket kezdtünk el számolni, de nyilván majd ez a képviselőtestület elé is fog kerülni. Ugye nekünk van egy telepünk a Rákóczi utcán, az ilyen kihasználatlan telep, aminek a végül egy ilyen átteresztő, átemelő szivattyúba, akkor gondolom? Az elejében, vagy attól fog, hogy még királyból igen, tehát hogy vagy az elejében, vagy a végében, de a lényeg, hogy nem középen. Ez adott okot egy olyan dologra, hogy ott valamilyen kis ilyen mintatermesztést, vagy akár kukorkatermesztést, vagy valamilyen zöldségtermesztést, hogyha erre a mezőgazdaságban jártasak rábólintanak, akkor mi elkezdenek és megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt az önkormányzat bevételeit növelni. Nyilván ehhez azért olyan fontos emberek kellenek, akik nap mint nap oda tudnak menni, időben, rendben, és ezzel nagyon odafigyelést fog igényelni. De erről is tájékoztatom a testületet. Van egy ilyen tapogatózás, de ha azt mondja a testület, hogy ne tegyük ezt, mert nem kell, akkor azt mondom, hogy akkor hagyjuk, de igazából nem ebből kárunk. Ezeket tudtam én, hogy az egyebekben, vagy amit a két képviselőtestületi ülés között történt, ezekről tudok én beszámolni. Nyilván, hogyha valakinek vannak azóta felvetődött problémái, akkor azt nyugodtan jelezze, és akkor a következő testületi ülésre már nem kell gondolkodni arra, hogy most fog kezdődni azokat a problémákat. Igen, van még, akkor ez a problémás tulajdonképpen. Sajnálatos módon nem hoztam be itt a papíromat, a
számára. Igen. Úgyhogy akkor már a szakszámát nem tudom mondani, de a lényeget azt, hogy megjárom volt. Remélem, sokkal jobban kívánok. Arról szól az egész dolog, hogy azok az intézmények, amelyek 100 fő foglalkoztatott létszámot nem érnek el, azok önálló gazdálkodó szervezet, tehát önálló gazdálkodást nem folytathatnak, ez az első kör, illetve akik 100 fő alatt vannak, akkor arra az gondolik, hogy a gazdasági szervezetet, olyan gazdasági szervezetet kell létrehozni, amely a irányító szerv irányítása alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy most a nyitott alá van rendelve, ez az irányítás alá tartozik a szociális szolgáltatásokat, 55 fő, állományi létszám, ahol most nem hangos, azért vagyok már felkészült, 55 fő állományi létszám van, tehát 100 fő alatt van. Eddig ugye ezt a polgármesteri hivatal látta el ezt a feladatot, miután a polgármesteri hivatal nyilvánvalóan nyitott közvetlen irányítás alá nem tartozik, így április 1-től ez a funkció a polgármesteri hivatalban nem kezdhet felé. Tehát ez a törvényi háttere ennek a dolognak. Államháztartási törvény rendelkezik ebben az ügyben, és hogy ez április 1-től kötelező tárta. Nem olyan sok idő van, elmondtuk, hogy viszont is tehát a nyitott foglalkozik ezzel a kérdéssel, a nyitott irányítás alá most négy intézmény tartozik, két nyíregyházi, Mamut intézmény, 400 közel egynegyházas költségvetéssel rendelkező intézmény, 200 akárhány fővel, ez gyakorlatilag a Pacsirta utcai gazdasági szervezet végzi a könyvelésükkel, a kettőnek együtt. És most arról folyik a polemizáció, hogy a mi intézményünk és a Sényői intézmény az nem éri el a létszámba a százat, tehát önállóak nem lehetnek. Gondolkoztunk, hogy együtt sem vagyunk, százban meg kell. Hát igen, tehát ugye 80-ban lenne, tehát kizárva. Emiatt relatíve nagyon, nagyon kevés megoldása maradt a volt itt egy tanácskozás, kezdtünk el beszélni, vagy tapogatózni, hogy milyen tárgya mit szeretne ezzel a Mamut intézményeivel. Még itt a polgármester úrral beszélgetni a KFT-t is bevonva át a dologba. Valami olyan javaslatot próbálok megfogalmazni, hogy lehetőség szerint egy jól megfogható gazdasági szervezet jöjjön létre, és költséghatékonyság szempontjából az lenne a legideálisabb, ha minden négy intézmény ez alá tartana. Egyrészt ugye szakosított, tehát ezt a szociális feladatokat látja minden négy intézmény, tehát egy tudáscentrum is összejönne a dologba, át lehetne hozni a tapasztalatokat. És ugye ennek az a problematikája, hogy messze került tőlünk az átláthatósága problematikus, emiatt, miután a gazdasági szervezeteknek vonatkozó, ez az AVR, ez a névváltási rendelete, azt leírja, hogy gazdasági szervezet hogy jön létre, és itt ennek van egy költségvetési része, amely a tervezés, hát ezeket a dolgokat, módosítás, átcsoportosítás, finanszírozás, illetve a számítani részét csinálja, és van egy másik része, már a feladatának, amely a működéssel összefüggő kérdéseket taglalja, és ez a végpontjának, erre a végpontra pedig van egy olyan lehetőség, hogy a szolgáltatás megrendelésével is meg lehet, hogy el lehet végezni.
elérni, hogy mégis átlássuk ennek az egésznek a működését. Azt gondoltuk, hogy miután a jogszabály szerint ezt a gazdasági szervezetet, aki ezt a beviszi a társulással érve, könyvvel a magát, meg elkészíti a tervet, ezt nem lehet csinálni. Tehát ez nagyjából állományilag ott kell lenni, tehát ez ott lenne. A másik részét azt pedig, javasoltuk itt ezen a tanácskozáson, hogy az pedig a KFT-be, az iskolához hasonló működés keretén belül, hogy a KFT látná el ennek a működtető szerepét. Ez gyakorlatilag ugye a dolgi kiadásoknak a mozgatását jelenteni. Ez a... Azért vannak fejemben a számot, mert elolvastam a költségvetését, 54 millió forint nagyságrend, az, amely a dologi kiadásokat takarja a Nyílt Telki Szociális Szolgáltató Központnál. Tehát ezt esetleg a KFT végezhetné, és akkor van egy továbbfejlesztett verziója ennek a dolognak. Az lenne, és most, hogy ez kívánság, vagy ebben meg lehet egyezni, én ezt nem tudom megmondani, de tovább gondolom ezt a dolgot, egyrészt a sényériek példáján tokulva, azt gondoltuk, hogy az lenne a szerencsés, hogyha a könyvelés, tehát a nyitő gazdasági szervezete úgy alkalmazná az embert, hogy az nyílte. Én praktikusági szempontból azt gondolom, hogy ha a működtetés a KFT-nél van, akkor az a praktikus, ha az egy helyen van, de nyilván az a lehet, tehát bármi lehet, segíti az még dolgát, tehát az ennek oktályban van, tehát azért lehet, mert én azt gondolom, hogy a működtetés be is be lehet vonni ezt az embert, aki ott van. Tehát humán erőforrás oldalról ez egy praktikusabb, hogyha azt a részét is végezni. De ez nyilván ez már nem a helyi kérdés, ez inkább, hogy rá lehessen látni, meg mi az, hogy most itt egy monitoron mindent bele venni, az egy más kérdés, tehát hogy minden adathoz hozzá lehet kérni. Az hogy még lehet egy plusz része is ennek a dolognak. Nagyjából ezt én azért gondoltam, hogy hasznos lenne, ha elmondanánk, mert ez a 20-áig ebből valamit kell készíteni, akkor praktikus, hogyha legalábbis nem tudom, hogy mennyire sikerült nekem ezt elmondani, hogy mit mondunk el a dolog. Tehát nagyon sok mozgástér nincsen, tehát be lehetne olvadni valami cég, nyíregyháziba, tehát meg ki lehetne válni a nyitott tanul, lehetne egyesülni a sényeivel, de akkor is gazdasági szervezetek, ugyanúgy fennáll, tehát minden más megoldás többen költséggel jár. Az a pénz, ami egyébként a társulásból pluszként jelentkezik nálunk, az a jelentkezik, amikor ugye a mini társulás volt, a Nyíltelek Mecserkez Kálmán háza, tehát akkor is le lehet hozni. Annak ugye az a szépségkívánja, hogy akkor nekünk kell egy gazdasági szervezetet működtetni. A gazdasági szervezetnek a létszámhoz legalább három fő, hogy ez a keresztben aláíró pecsételen jóvá hagyom. Tudom, hogy mit csinálok. Címszavú történet, számítájára jelen legyen. Tehát ezek meg iszonyatú költséges. Tehát így szűkítve a dolgot, nagyjából eljutunk, hogy sok megoldás ennek a dolognak is. Én most nem tudom, hogy erre mit kell mondani, tehát... Tehát nekünk dönteni. Esélyt. Nyilván egy nyitott fog készíteni egy anyagot, és az vissza fog kerülni. Nyilván azt várják tőlünk, hogy mi mondjunk valamit, és nyilván azt
mondta, hogy itt vagy nem lenne helyes, hogyha se is testület, nem le azt dobni, már nem látna. Ez ugye nyilván azt kell lenni, hogy április esélytől meg fog változni az a helyzet. Hát ha mondjuk itt marad, akkor az, aki kövelni fog, az legalább egy ember majd oda fog tartozni állományilag ebbe a gazdasági szervezetbe. Erről is beszéltünk, hogy állományilag átkerülni, hogy milyen jó viszonyban, vagy hogy. Ez még nem biztos, a lényeg amikor, hogy akkor nem is tudom, hogy igazgató egyezőrültök, és végig beszélve ezeket a dolgokat, az volt a szándék, hogy az irányítás, illetve nem is az irányítás, hanem a rálátásunk az intézményre minél nagyobb legyen. Tehát megmaradjon valamiféle rálátás, mert hogyha ez ön kirekált alá egy ilyen bürokratikus rendszerbe, akkor nekünk a rálátásokhoz közelíteni fogunk alá. Ezt szeretnénk így küzdeni. Ennyi. Ennyi a lényeg. Hát ugye abból indultunk ki, hogy a lehető legrosszabb megoldásokra nyílt áll a 23-ban bekerülhet az egészség, akkor ezt mondtuk, hogy ezt nem szeretném. Köszönöm. Az egyik dolog, amit szeretnék, a tegnapi beszélgetésünk kapcsán merült el bennem, ugye volt egy könyvtári ellenőrzés, és ennek felvonulása szerintem vetném fel esetleg javaslatként vagy átgondolásra azt, hogy ugye az ellenőr azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy például a könyvtár esetében táblázzuk ki azt, hogy hol található a könyvtár, hogy ezzel segítsük a lakosságot, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy esetleg más intézményeket is, például itt a királytelepigadóra gondolok, ahol elég sok esemény szokott zajlani, és hála jó Istennek, nagyon sok eseményre úgy jöttek ide Mirtelekre, hogy életükben először jártak Mirteleken, tehát mondjuk a királytelepigadó ilyen a könyvtár, vagy nem tudom még mást lehet ezt, hogy ilyen irányadó táblával jelölni azt, hogy még intézmény vagy épület volt található. Ez volt az egyik, a másik pedig, ha már a pályázatokról esett szó, szintén egy másik pályázat is, röviden már polgármester úrral is beszélgettem, illetve Attilával is. Ez abban az értelemben komplex, hogy kimondottan a testvérvárosra vonatkozik ugye a visegrádi négyek pályázata, de abban az értelemben a városnak a jelentős költségét tudná fedezni. Ma nyílt meg a felület igazából, tehát konkrétumokat még nem tudom, de ha esetleg ezt is testület elé kellene hozni, akkor ezt szeretném javasolni. Ennek március 15-a a bartlási határideje szintű hangul, de akkor ez a testvérvárosi programokra az idei városnapra lehetne egy újabb pályázat. Visegrádi alapok, igen. Ezt a lengyelek hívták fel rá figyelmüket, és mutattak segítséget a tévisel. Éppen mondjuk pályázat ezt az évet már se így, se úgy nem érint, és se pénzügyek, se megvalósításban ez a pályázat az megkapcsolódna, ez pont a fizetésben. Egy nap az elbírálás. Ez talán még az meg, hogy információs táblákat elhelyezni. Támogatható, sőt azt kell felmérni, hogy melyek legyenek azok az intézmények, illetve melyek legyenek azok a helyek, ahol szeretnénk, hogyha az innen eljövő emberek könnyebben találnának. Hát ahhoz csatlakoznék, illetve egy kiegészítés csak, hogy jó lenne 20 jelzőtáblákat a Tokaj útról, Jakus-Bokor 2-4, meg 10-12, mert a Jakus-Bokor, Bokri bejáró utcák nem átjárhatóak, tehát nem lehet egyik bokorból lenni a másikba. És rendszeresen igaz, hogy egy évben csak egyszer vagy kétszer, de nem oda jön be a mentő, eltéved, elakad, órákat várjuk, szó szerint töltőtel ilyen, és én sok helyen láttam a településen, hogy van egy ilyen távol, Jakus-Bokor 2-4, még akkor is a kétházban, vagy három. És azt mondták a közútnál, hogy írjon a polgármesterről egy kérést, és addig írsogálja, amíg meg nem csinálják. Az
ezt meg fogják csinálni, ezt ki fogják nekünk számolni. Ezzel már van. A másodnak, én most nem mondom el a csatornát, hogy honnan, de azt hallottam, hogy ha bevenne a polgármester úr az EU-hoz, és elmondaná azt, hogy miért minden kis szélfogalatra elmegy az áram, hogy akkor valami tervükbe, fejlesztési tervükbe bevennék, és elképzelhető, hogy ezen segíteni is tudnának. Tehát most elmondom, hogy ezt hogy került, hogy ki fogtok nevezni, ezért nem tudom, ki mondta, meg hogy mondta, de... Megoldáshoz vezetett. Én nekem ezt mondták a titkárnő, vagy mit tudom, a vezető, ezt üzentem, hogy a polgármester urat várják. És önvilágosság. És kiházzák a szlaháriba, hogy itt felnök. Igen, még sose kérte senki, és nem is tudják, hogy itt így van. Hogy itt állandóan elmegy az állam, meg te ilyeneket mondtak. Jó utat adok, jó ügyen is.